Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Műsorunk mai vendége Molnár Sándor, a Lokomotív Nyugdíjas Vasutas Klub elnöke, illetve a Kártya Klub vezetője, valamint a Nemzetőrség és a Polgárőrség tagja. Köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szívesen máskor is, hogyha ilyen igény merül föl. A mai műsorunkban az elmúlt évről, az elmúlt év értékeléséről, az aktualitásokról és a jövő évről fogunk beszélgetni. Első témánk a Lokomotív Vasutas Nyugdíjas Klub lesz. Hogyan értékelni az elmúlt évet? Hát ugyebár a vírus már itt van lassan 2,5 éve, és az elmúlt évre is nagy hatással volt. A klub hogyan tudott összegyűlni, milyen rendezvényeket tudtak megszervezni, és a gyűléseket hogyan befolyásolta, hogyan élték meg a tagok ezt az időszakot? Hát ez nem egészen jól sikerültek ez az időszak, ami vírusos időszak, mert hát összejönni, akkor tudtunk már összejönni, amikor engedélyt kaptunk rá, így a 20-as év végén, ahogy már bejött a vírusos zárlat, hogy úgy mondjam, egészen 21 évnek a június 4-én volt az első összejövetelünk, addig nem tudtunk úgy összejönni. Hát a kapcsolatot aztól függetlenül tartottuk telefonon időnként, sőt május 1-ét is jelképesen megünnepeltük olyan szempontból, hogy én otthon a feleségemmel főztünk ilyen pörköltet, és akkor a tagoknak én elvittem a lakásukba, beadtam a kerítésen belőle, hogy ne találkozzunk konkrétan, és akkor még mellé egy üdvözlő kis kártyát, és akkor így töltöttük el a május 1-ét is. De egyébként már előtte van ilyen, hogy a kluboknak örökbe kellett fogadni valamit a város, vagy lehetett, nem kötelező, csak lehetett, hogy örökbe fogadjunk. És ez az örökbefogadást mi is vállaltuk, így a mi, hát nekünk már a legközelebb ott a lakásomhoz az Alkotmányúti Mellekkút volt, és ennek a környékének a rendbetartását vállaltuk, amit a városi üzemeltetés adott ki tulajdonképpen. Hát ezt csináltuk, és április 3-án megkötöttük egy hallgatólagos megállapodást, és azóta a feleségem az rendszeresen kijár, mert amúgy is ki szokott nézni, és akkor így rendszeresen kimegy, és ápolja a virágot. Hát eleinte elég sok probléma volt a szemléletekkel az egyes embereknél, mert volt kuka is feltíve, és akkor a kukát kihasználták, hogy a háztartási hulladékokat is odahozták ki, és nem saját kukájukba tették be. Akkor ezt sikerült megoldani, hogy leszereltettük, és azóta ez megszűnt. A megállásokkal is rengeteg probléma volt, mert van a záróvonal, és van a virágtartó, és abközé megállt, és nem tartották be a szabályt, hogy az áróvonal mellett még 3 méter maradjon és a jármű között, hanem ott megálltak, és akkor ott kerülgették egymást. Na, azt is sikerült megoldani, mert közben megállni tilos táblát megállapodtunk, hogy ilyet teszünk fél, feltettük, azóta sokat javult a morál egy kicsit ilyen szempontból. Persze most is vannak problémák, mert most meg rákadtak arra, hogy ott mosogatják az edényt, amit hoznak, majd vinszik a vizet, és akkor belöntik a virágtartóba. Uh-huh. Áll a víz, és nem tudják azt, hogy ez nem vízi növény, ami ott van, hanem ez virág, és akkor most ilyen problémák vannak, de reméljük majd elmúlik. Hát utána megindult a klubunk 4-én, hát utána havonta egyszer jövünk össze, de igyekeztünk a nyáron lebonyolítani, hogy minél hamarabb a programunkat meg tudjuk oldani. Várpalotára
terveztük be a Trianoni Múzeumot megnézni a 100 éves évfordulóra, de nem jött össze. Akkor próbáltuk tavaly is, de végül nem mertünk elmenni olyan távol, hanem a Gyulát választottuk, és Gyulára mentünk el a Vármúzeum, meg is annak a környékére, illetve hát ott az Erkel Ferencnek az emlékháza is ott van, és akkor azt néztük meg egynapos kirándulást. Túl sokat nem is tudunk menni több napra már a klubban, mert az a probléma, hogy erősen öregszenek ki fel a klubtagok, és nincs utánpótlás. Már a mai nyugdíjasok, akik azóta nyugdíjba jönnek, ezek nem olyan társasági lények, hogy szeretnek társaságba menni, hanem ők otthon el vannak, vagy mit tudom én, hogy mit csinálnak, de nem jönnek így klubokba. De nem csak nálunk probléma, az egész város, meg a város, még az országos szinten is lesz probléma már, hogy a kluboknak nincs ilyen utánpótlásuk. Pedig hát egy kis kikapcsolódás ráférne mindenkire, hogy a demencia kód kísérletessék, mert ez már, ha akarják, ha nem, akkor is megjelenik idősebb korban. Hát így azt látogattuk meg, utána volt a törekvés nyugdíjas klubban, mert hogy mivel mávosok vagyunk, a vasútosoknak van egy ilyen ünnepe, július 2. vasárnapján, és akkor oda 12-én volt a vasútos parkban ilyen lehetőség fölmenni, a múzeum van ott tulajdonképpen, a közlekedési múzeumnak egy része, és oda ott volt összejövetel országos szinten, 13-án pedig nekünk a vasútos nyugdíjas klubok országos szövetségének volt a törekvés nyugdíjas klubban. Hát mindegyik helyen részt vettünk, hát én konkrétan a törekvés klubba mentem fel harmad magammal, és akkor ott voltunk egy kis ünnepségen, ilyenkor szokott kitüntetés egyéb dolog lenni. Majd július 24-én meghívtak bennünket a szarvasi ezüstszőlőbe, arató versenyre, de itt főleg nemzetőrség nevébe voltam, és akkor vagy voltunk a társammal, mert tulajdonképpen a klubon belül nemzetőrök is vagyunk, négyen vagyunk nemzetőrök is egybe, és mink azon is részt vettük. Hát utána minden évben rendeztem a klubnak eddig ilyen szellemi és sportfesztivált. Hát tulajdonképpen a Kressz ismerete az, hát a morális elég problémás a közlekedés során, de a Kressz ismeret se annyira kielégítő. Ez teljesen a gyalogosoktól kezdve, akinek nincs jogosítva, onnan kezdve teljesen fölfele menve. És minden évben rendeztünk ilyen szellemi és sportfesztivál, de ezek is olyan nem egészen úgy jöttek össze utóbb. És a múlt évben hát tulajdonképpen én tartottam előadást, de a polgárőrség nevébe tartottam most. Hát így összejöttek 36-on a klubokból, több klubból, de hát voltak olyan klubok is, akik egyáltalán még a meghívóra nem is reagáltak, még válaszra sem értettek, nem hogy szóltak volna, hogy na nem tudunk menni, vagy nem akarunk, vagy egyéb dolog, pedig hát mindenkire ráférne, mert gyalázatos a közlekedés, ami most van. Mindenhol gyalogosok, biciklisek, mindenki ott megy, ahol akar, nem ott, ahol a szabály előírja. És ezt megszerveztük augusztus 23-án, 27-én pedig a klub, hát az Országos Szövetség minden évben szokott ilyen három generációs rendezvényt csinálni, ahol tulajdonképpen az unoka, szülő és nagyszülő együtt találkozik, és ez országos szinten most a budakeszi vadosportba rendeztük meg, és oda mentünk fel mi is a klubból négy. Hát nagyszülő mentünk fel, mert unokom most nem volt már olyan, aki kinőttek abból a korból, és mi vettünk részt, vagy négyen a klubból az országos rendezvényen, és
Hát ezek jók szoktak lenni, elég értékes dolgok, mert most is szétnéztünk a vadasparkba teljesen, és hát egy élmény volt szintén. Hát utána szeptemberben pedig van ez a szabadon, 30 év, hogy szabadok vagyunk, és a személyi szabadság címsz alatt volt egy ilyen pályázatszerű dolog a szövetségnek, és akkor Mezőtúról az 5 tag benevezett erre, és akkor mi közös pályázatot adtunk be, és nyertünk, és akkor szeptemberben 3-án rendeztük még ezt itt a jótateremben, és hát 77-en vettünk részt rajta, és akkor hát visszaemlékeztünk arra 30 évre, amióta felszabadultunk tulajdonképpen, illetve hogy a másik rendszerből átléptünk ebbe a rendszerbe, úgy is mondhatnánk. Hát utána szeptember 11-én szokta ez a hagyományőrző klubba, klubikos szobor, tehát annál is részt szokta. Ezek rendszeresen így megemlékezünk, és a klubikos szobornál is megkoszorúztuk. Persze szoktunk ilyen koszorúzásra, mint például szeptember 1-e is, vagy Mezőtúl lebombázás, ilyen emlékek, amik vannak, visszaemlékezések, ezen is szoktunk részt venni, de főleg itt a nemzetőrség színeibe veszünk részt. Hát utána van minden évben a Városi Nyugdíjas Klub, az Országos Szövetségnek minden évben van ilyen klubvezetői tábor, ahol a klubvezetőt, helyetteseket vagy gazdasági vezetőket összehívják, és akkor most Budapesten volt a Bence úr klubba. Eddig mindig kápolnásnyékre jártunk minden évben egyszer, most meg a Bence úr hotelben voltunk tulajdonképpen a klubvezetői táborban, 4-től 6-ig 3 nap. Hát ez ilyen értékes szokott lenni, mert meghívott vendégek, előadók szoktak előadásokat tartani, olyan érdekesebb dolgokról, ami a klubokat is érinti. És november 5-e volt az utolsó nap, amikor részt vettünk a múlt évben klub gyűlésén, és attól kezdve most pihenő van. Hát most terveztük volna most januárra, de most jelenleg úgy áll, hogy nem is mondják ki, hogy nem lehet, de nem is ajánlatos, és akkor inkább nem reszkírozza. A klubunkban is, nekünk is az a probléma, nem csak nekünk, hanem mások klubba is, hogy az a probléma, hogy öregszünk erősen. És hát nekem is 37 tagom lenne, de vannak olyan tagok, akik egyszerűen mozgásuk miatt már nem tudnak részt venni ezen, mert hát nehezen tudnak mozogni, otthon is alig tudnak mozogni, és nem tudnak részt venni. És így az intenzív klubtagság az lényegesen kevesebb, akik tényleg mozogni tudnak. Hát ezeket használjuk ki, persze amazokat is azért számon tartjuk, mert meg szoktuk néha látogatni, akik olyanok, akkor elmegyünk hozzájuk, vagy ha olyan van, akkor ővelük is megemlékezünk, róluk is. Hát így ez a múlt év volt tulajdonképpen. Hát erre az évre olyan finoman terveztem, minden hónap első péntekére terveztem. Hát az első péntek most januárban az már elment. Hát február nem tudom még, hogy hogy lesz, de nem megismertem terve. Hát a program megvan, illetve megvan a terv, azt beadtam, de az, hogy összehívni a klubot, azt nem tudom majd, hogy mennyire merem majd megoldani, de hát majd meglátjuk, még addig van egy kis idő. Most különösebb nem akarnék, de hogyha csendesedne véletlen ez a járványhelyzet, akkor ami elmaradt Várpalotai Trianoni Múzeum, akkor erre az évre azt szeretnénk betervezni főleg. És a szükséges, ami eddig is volt, amit említettem az elején is, hogy a vasútos nap az Országos Szövetséggel, akkor a hagyományőrzőkkel, és ezek, akik
általában szoktuk tartani a kapcsolatot, ezekkel lenne. Hát a másik klub szintén felvállaltam annak idején, mert a Lokomotív klub az 2004. április 6-án alakult, és azóta viszem ezt a klubot. Eme klub ez 3 éves klub még, 4. éves a kártyaklub. Hát itt is kitalálták, hogy csináljunk ilyen kártyaklubot. Hát a kártya vár nevelett a klubnak, de nem csak kártya megy én, hanem különféle ilyen játékok is mennek, hát ilyen társas játékok. Akkor szokott sakk lenni, meg mikor rendeztünk már sakkversenyt és egyéb ilyen dolgokat, végezünk abba a klubba, de az a klub, az rendszeresen dolgozik. Kedden és péntekre vállalták, hogy így bejönnek, és be is jöttek eddig mindig. Hány tagú ez a klub egyébként? Tessék? Hány tagú a kártyaklub? Tagja? Uh-huh. Igen, a kártyaklub az olyan 15 aktív uh-huh. tagja. Voltunk 19, illetve volt szerepel, de vannak, akik csak időnként néznek. Például aktív tagjénk a 15 tag. És azok szoktak általában 2-3 csoport jön ki kártyázni, vagy ha társas játékon, akkor körbevik az asztalt, és azzal játszanak. Hát én sem tudok mindig részt venni azon, mert nekem is sok az ér. Minden kedden, pinteken, meg még plusz ezen kívül egyéb elfoglaltságok is, de azért igyekszem, ha mennyire tudok én is részt venni. Hát ma is, illetve hát nem csak ez volt a kártyaklubnak is, hanem tavaly is pályáztunk, hogy elviszem őket színházba, és Szarvasra átvittem őket a vízi színpadra, és ott meglátogattuk a szarvasi vízi színpadot, illetve hát az előadást is. Így részt vettek azon a kártyaklub tagjai. Amúgy ők nem annyira mozgalmasak, hogy más ilyen kiránduláson, főleg ők ezek a játékokra szoktak bejönni, és akkor már hiányzik nekik most is, de egyelőre még nem kezdtük el azt sem. Hát a szövetségnél is azért vagyok én érdekel vagy mozgalmas, mert szövetségbe elnökségi tag is vagyok benne, az Országos Vasútos Nyugdíjas Szövetségbe, de ugyanakkor megalakítottuk 2009-ben Mezőtúr és környéke kistérségi társulást, amelynek szintén én lettem a vezetője. Ebbe 10 klub tartozott, hát most 8 van jelenleg, mert 2 vidéki klub annyira elsorvadtagság szempontjából, hogy ők abba hagyták már is. 8 Mezőtúron van, 6, meg még 2 vidéki van klub, akik részt vesznek. De ez nem csak nálunk van így, hanem Öcsödön is például 92 tagja volt a klubnak. Mondjuk ott egy klubon van, egy klub van Öcsödön, és ebbe volt 92 tag, most panaszkodik a klubvezető, nem régen beszéltem vele, hogy olyan 45-50 fő körülre csökken. Náluk is ugyanaz, hogy öregszenek, lebetegszenek, kihalnak, és nincsen náluk se utánpótlás. A másik pedig az, hogy Mezőtúron is van itt egy sok klub, csak itt is az a probléma, beszélgettünk már róla, hogy lehet, hogy nem is kellene ennyi klub. Én felvetettem azt, mert ott van Dunakeszi klub, van 270 tagja. Igen, ám, de a 270 tag az egy klub Dunakeszin, és ezen a klubon belül vannak különféle csoportok, van élek, énekcsoport, kiránduló csoport és nem tudom mi, és felvetettem már Mezőtúron is, hogy mondom, lehetne ilyet, mert hát itt is van 20-30 tagos csoportok, hogy lehetne ilyet, és akkor lenne egy klub, és akkor ezen belül lennének ilyen csoportok. De hát nem nagyon reagáltak rá, de hát ők tudják. Én nem erőltetem, minden esetre én nem is vállalnám a vezetését, az nem, ne gondolják azt, hogy én azért akarom, hogy én akarok, nem akarom, én elég ez nekem, ami van, sőt, még ezt is majd csökkenteni kéne.
Tehát akkor végül is az elmúlt időszakban és az elmúlt évben is, attól függetlenül, hogy itt volt a vírus, és hogy sok korlátozás volt, de hát azért elég sok eseményt meg tudtak szervezni, és el tudtak menni kirándulni, úgyhogy ha mondhatjuk pozitív, van lehet erre az évre visszatekinteni. Többször megemlítette a város más különböző nyugdíjas klubjait, egyébként a Lokomotív Vasutas Nyugdíjas Klub milyen kapcsolatot ápol más nyugdíjas klubokkal itt a városban? Városon belül? Persze. Hát jó kapcsolatunk van mindegyik klubokban, és meg is szoktak hívni, meg mint is meghívjuk őket. Általában szinte majdnem minden klubban. Hát van egy-két klubban, amelyik olyan típusú, hogy úgy saját maguk megvannak, de úgy különösebben nem tartják a kapcsolatot, de nem csak velünk, hanem a többi klubokkal is van. Nekünk úgy általában minden klubban, és ráadásul meg a másik pedig az, hogy a klubtagom között is, klubtagjaim között is vannak olyanok, hogy más klubba is tagok, nem csak itt nálam, de ez máshol is érvényes, sőt volt olyan klubtag is, aki 8 klubba volt klubtag. Hogyha megnéznénk ezeket városi szinten, és most egy klubnak sűrítenénk össze, akkor fele lenne le a létszám, mert tulajdonképpen itt is szerepel, meg ott is nyilván tartva van az illető, és akkor. De az a 2-3 klub van tag, az előfordul több is. Egyébként a kapcsolatunk az jó, de hát most a vírus azért azt is azért, mert most is lett volna. De a közös rendezvények azért annyira nem valósultak meg, nem sokkal valósult. Többen lettek volna. Igen. Úgyhogy ez problémát jelentett, meg jelent gondolom majd most is, hogy meddig húzódik, nem tudom, de hát utána fél szokott szabadulni, és nem csak ide hívnak meg bennünket, hanem a városon kívül más. A városon kívül is Karcag is, Szent és Csongrád, Pest, Dunakeszi, meg hadd ne soroljam tovább, 60-ba is. Meg sok pontjára még. Igen. Tartják a kapcsolatot más klubokkal. Volt, amikor Nagykanizsára is meghívtak, mert az Országos Szövetségben 47 klub van az országban. Sőt, most van olyan, hogy felfejlesztés, említette az elnök úr, mert Molnár Géza az elnök úr, ő szintén dunántúli, Pécsen lakik, és onnan jár be Pestre, amikor kell. És említette, hogy van felfejlesztés, hogy lehetne a többi klubok is társulhatnának így a MÁV klubhoz. Hát némi előnyt jelent, mert azért ott a 11 millió forintot van, úgyhogy megkapjuk a szövetség. Na most ezt szétoszta a klubra, és akkor pályázatként a klubokat segítik az ilyen rendezvényekben, hogyha van ilyen rendezvény, vagy évforduló, vagy egyéb ilyen rendezvény van, akkor az segítik anyagilag is. Úgyhogy így a szövetség némileg előnyt jelent nekünk is, meg hát akik benne vannak itt a környéken, a városban is a klubból vannak egy páran benne, hát 6 vagyunk benne összesen a Lokomotív klubbal együtt. Na hát akkor nagyon sikeresnek mondhatjuk az elmúlt évet, és hát mi minden klubtagnak jó egészséget kívánunk a jövőben is. Ön 11 éve a nemzetőrség tagja. Mit tudna erről elmondani? Mik az aktualitások ezzel kapcsolatosan? Hát a nemzetőrség tulajdonképpen ezt nem ismerik, Mezőtúron sem annyira ismerik, hogy mi ez tulajdonképpen, mi ez a fogalom. Mindenre gondolnak, csak épp arra nem, amit a nemzetőrségnek. Ez tulajdonképpen egy hagyományőrző. Igaz, hogy van egy ilyen ruhánk is, hát egy ilyen formaruhának említeném, inkább nem egy ilyen ruha, mert nekünk az formaruhának számít. Elég szép formaruhánk van, tetszik sok mindenkinek a látja. Annak idején még 2010-ben, hát előtte is már évekkel engem megkerestek többször, hogy alakítsak Szolnok megyébe egy nemzetőrségét. És hát mindig húztam, halasztottam, mert mindig ilyen elfoglalt ember voltam, mint ahogy vagyok is, meg jelenleg is.
annak idején is még főállásban is dolgoztam, mindig, meg jelenleg is a másodállásom megvan, úgyhogy Kressz még mindig oktatom. És megkerestek, na most hát nem mertem elvállalni, majd addig húztuk, halasztuk az időt, még egyszer nekilendültünk majd 2010-ben, és közben kapcsolatom sikerült kapcsolatot teremteni az egyik ezredes úrral, aki nyugdíjas ezredes úr volt, Bacsó Ernő, a Rákóczi falván lakott akkor, még mindig ott van a székhelye, és ő elvállalta, hogy ő megszervezi. Na most így hoztuk létre a nemzetőrséget, és 14-en voltunk akkor alapító tagok, és így megalakítottuk. Hát utána azt ez kezdett fejlődni, és azóta is mi ketten vettünk részt akkor is, az egyik, most nekem gazdasági vezetőm Ladányi Gyula, ővele vettünk részt ezen a alapítóülésen, és azóta is tagja vagyunk. És utána, hát nem kezdte annak idején hadnaggyal, vagy valami ilyesmi ranggal kezdtem, már azóta előléptettek, most jelenleg van dandártábornoknak léptettek elő. Hát nem számítottam ennyire, hogy ennyire előléptetnek, de mindegy, hatták, hát elfogadtam. És ez a feladat az, hogy mi eljárunk különböző helyekre emlékezni, koszorúzni. Van úgy, hogy itt helyben csak mi, mezői túriak, az elnökségi tagnak is beválasztottak, így megyei elnök helyettes vagyok, de hivatalos bejegyzett egyébként a nemzetőrség, ez egy egyesület, megyei egyesület, bejegyzett hivatalosan, és a megyei elnöknek az egyes számú elnök helyettese vagyok, mert van egy másik elnök helyettes, a szolnoki lakos, egy ezredes, és mi vagyunk tulajdonképpen a vezetőség. Na most utána az elnök úr beválasztott ilyen megyei biztonsági főnöknek, hogyha valamilyen problémák mennének, hát akkor nekem kellene intézni az ügyet, de szerencsére nincsen ilyen probléma. A másik pedig itt mezői Túr és környéke, hát itt Túrkevébe is, mikor megalakultunk, két pón is voltak öten, akkor Túrkevébe voltak kilencen, hát még Mezőjékről is voltak jelentkezők. Akkor, mikor megalakultunk Mezői Túron is, úgyhogy voltunk vagy 17-en nemzetőrök, csak még akkor nem volt kiforul ez a dolog, és úgy gondolták, hogy majd ez olyan lesz, hogy az nemzetőrség elmegy valahova szolgálatot tartani, és itt még olyan is volt, hogy majd a laktanyákba bejárunk majd szolgálatot tartani. Nem látták még át, hogy ez nem arra a célra jött létre, és ezt hitték, hogy majd ilyen lesz, és ezért fizetést kaptak, és utána, hogy csalódtak, akkor utána úgy lemorzsolódtak, de maradtak azért. Hát most jelenleg már Mezői Túron is vagyunk, vagy hatan, akik mezői túriak vagyunk, hát Kevibül is van. A két pólyak azok ilyen dolgozó emberkék voltak, nem értek rá, és azok lemorzsolódtak teljes egészében, és mi tartjuk itt a frontot Mezői Túron, és akkor közvetlenül a megyéhez tartozunk elnökséghez, és egybe az elnök úr, az egyesület elnöke, maga a szövetségnek is ő az elnöke, mert az országos szövetség, viszont az országos szövetséghez még az 56-os nemzetőrök is hozzátartoznak egy része is. Akkor így alakult ki tulajdonképpen ez a nemzetőrség. Ennek az a szerepe, hogy bizonyos ünnepeken, mint például itt meghívnak bennünket a szarvasra is, akkor elmegyünk és ott részt veszünk, ha kell, akkor koszorúzunk. És főleg ez a megemlékezés, az 1848-49-es forradalom, valamint az 56-os forradalomnak a megemlékezése is. Van Kucorgó téren Pesten egy 2 méter magas nemzetőr szobor, amihez mi is hozzájárultunk anyagilag annak idején.
hogy létrehozzák azt a szobrot, ezt egy emlék tulajdonképpen, és minden november 4-én oda is felmegyünk koszorúzni. És ez a fő szerepe tulajdonképpen a nemzetőrségnek, hogy bizonyos történelmi megemlékezést hajtunk végre, és akkor koszorúzni megyünk is. Ott, sőt, Aradra is, hát most a múlt évben nem, de majdnem minden évben kimentünk Aradra is, ott a vesztőhelyre, ahol volt, meg bent a Aradon a központban is, ott is van egy emlékhely, és oda is elmentünk koszorúzni. Úgyhogy ez a nemzetőrségnek a fő profilja, és hát ebbe is részt veszek, hát mint elnökség, vagy elnök helyettesi tagként. 16 éve viszont a helyi polgárőrség gazdasági vezetője, szóval ezért elég sok mindenben tevékenykedik, azt ki lehet jelenteni, és hát ezzel kapcsolatosan is ezért nyilvánvalóan vannak feladatok. Hát igen, mert ebben a polgárőrségben előtte, még a múlt rendszerben is voltunk 24-en oktatók itt Mezőtúron, azt MHS-nek nevezték valamikor, és akkor kitalálták azt, hogy lépjünk be önkéntes rendőrnek, mert akkor még önkéntes rendőrség volt a múlt rendszerben, és mind a 24-en beléptünk az oktatók. Hát mi jártunk a rendőrökkel együtt, de főleg közlekedés, mi közlekedéssel foglalkoztunk, én személy szerint pedig kijártam a bizonyos hát a rendőrségi képviselő, akivel elmentünk előadást tartani különböző üzemekbe egyéb helyre. Én a Kreszből, ő pedig a egyéb szabályokból tartott előadást. És ezt abba hagytuk, ahogy a rendszerváltás volt, és utána megint szóltak, amikor elérkeztünk 2005-ig, akkor szóltak, mert 92-ben alakult meg tulajdonképpen a polgárőrség országosan, most 30 éve lesz, majd ebben az évben lesz nagy ünnepség az Országos Szövetségnél. És mi ötbe szintén megint az oktatók beléptünk, és ahogy beléptünk ötbe, de már hatba, engem rögtön beválasztottak a gazdasági vezetőnek, és azóta én ezt csinálom. Sőt, még egy évig megyei gazdasági vezető is voltam, a Szolnok megyének a polgárőr gazdasági vezetője voltam egy évig. Hát ezt a feladatot ellátom, de már ez annyira papírcentrikus, hogy egyszerűen már én nem nagyon tudok kimenni szolgálatba, legfeljebb még iskolákba járok ki, vagy ilyen kresszoktatást vállalok, mert annyira leköt a papírmunka bennünket, hogy nem győzöm én a papírmunkát csinálni, még a pénzügyeket, mert most is adott be a polgárőrség egy pályázatot, ezzel a közlekedéssel kapcsolatban 4 millió forintos, és megnyertük. Most már ezeket is meg kell valósítani, már 1 milliót le is küldtek, majd ezeket is meg kell, különféle felszereléseket kresszhez, és akkor utána óvodák és egyéb iskolákba fogunk kijárni a közlekedés szempontjából, mivel, hogy említettem, hogy a közlekedési morál az igen alacsony szinten van az országban. És azóta ezt is viszem. Persze elismertek már többször, úgyhogy legutóbb, tavaly előtt megkaptam én is a polgárőr érdemkereszt arany fokozatát, amit Pintér Sándor belügyminiszter adott át személyesen, úgyhogy elismernek, de egyébként társadalmi tevékenység, úgyhogy sokan jöttek már, hogy mennyi lesz a fizetés, ha belépnek, de hát itt nem lesz fizetés, ezt mindenki munka mellett, vagy egyéb munka mellett fogja csinálni, mert ezért nem jár fizetés, és hát ilyen elismerések szoktak lenni időnként, és ez motiválja némileg az embert, hogy ezt csinálja, hát vállaltuk, és én legalábbis, amit elvállalok, azt nem szoktam abba hagyni, hanem azt végére viszem. Hát ennyit így röviden erről a polgárőrség. Tehát ott is vagyunk azért 34-en jelenleg, akik tulajdonképpen aktívabbak, a többi az van még 5, a tiszteletbeli klub, hát ők a tiszteletbeli tag,
ők tulajdonképpen már azok, akik idősebb vagy betegség miatt nem tudnak úgy részt venni. Úgyhogy az a üzem is megy, és akkor ketten az elnök úrral, Kötél Jánossal visszük legjobban most ezt a dolgot, és akkor ő az elnöki teendőt, én meg a gazdasági teendőket végzem. Hát köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és hogy megosztotta velünk ezeket az információkat, és gratulálunk ez a rengeteg mindenhez, amit így elvállal, és a mindennapokban el is végzi, és hát további jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen, de egyébként nem említettem meg, hogy azért elismerést nem tudom, hogy hányan kaptak annyit, mint én, mert nem provokáltam sose ki, én megvártam, hogy ha járadják, és 89 van idáig ebbe emléklapok, oklevelek, de ilyen magasabb kitüntetések, mint például háromszor a MÁV-tól is kaptam vezérigazgatói dicséretet, akkor szakigazgatói dicséretet, meg ilyen szóval, úgyhogy van ott is ilyen magasabb. Szinte minden területről kaptam, és itt a nemzetősítő is már megkaptam, ott is a nemzetőre érdemkereszt. Szintén ott is megkaptam, úgyhogy nem tudom, hogy hány embernek van ennyi papírja, de külön egy dosszi van már. Hát nem sok, az biztos. 89 darab van idáig. Hát gratulálunk mindenhez, tényleg, és további jó egészséget kívánunk. Köszönjük szépen, viszont kívánom én is mindenkinek. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne felejtjék, hogy műsorainkat az interneten is megtekinthetik. Minden jót kívánok, a viszontlátásra!